Lázméréssel, készfertőtlenítéssel kezdenek a Tolnai Kézilabda Klub utánpótlás edzésén. Az alapos előkészületek után kezdődhet csak a bemelegítő játék. Nagyon odafigyelünk mindenre, az eszközfertőtlenítéstől kezdve a lázmérésre, minden csapatunk edzésein van lázmérés, és ahogy 37,5 fok fölé megy a testhőmérséklet, abban a pillanatban megkérjük a játékost, hogy menjen haza, sőt, hát megkérjük őket előre, hogy ne jöjjenek, amikor betegek. Az idei évben az utánpótlás csapatok közül nem tudtak annyi csapatot indítani, mint az elmúlt években. Voltak olyanok, akik más sportokban is kipróbálnák magukat, vagy akik a járványhelyzet miatt morzsolódtak le. Bármennyire meglepő, a jelenleg 70 fős egyesület sajnos emberhiánnyal küzd. Jelenleg úgy vagyunk, hogy heti 3-at edzünk, másfél órás edzések, és próbáljuk őket a saját képességeiknek megfelelően edzéseket tartani, megtanítjuk őket a cselezésekre, indítások, posztokról lövünk, van erőnléti, és felkészítjük őket, hogy minél jobb kézilabdások legyenek. A bajnokság most kezdődött el, a tavalyi idényben ott két korcsoportot indítottunk, az U10 és az U11-et. Az U11-el ott hát végül is egészen februárig, ameddig tudtuk, addig voltunk bajnokságban, de utána az U11-be ott egyetlen egy meccset vesztettünk, egész jó pontot értünk el, viszont az U11-be ott minden csapatot megvertünk, veretlenek vagyunk. Ugyan ezekben a korcsoportokban nincsenek helyezések, és elsődleges cél a tapasztalatszerzés és a fejlődés, a gyerekek versenyszelleme idén sem apad. Szeretnék legyőzni az összes csapatot az előző évekhez hasonlóan, és minél több sikerélményt szerezni. Mivel a hazai meccseken a szurkolók is részt vehetnek, a járványhelyzet miatt nekik is szigorú szabályokat kell betartaniuk. Ahogy bejött ez a szeptemberi kezdés, rögtön vásároltunk készfertőtlenítő készüléket, az mellett még a sportcsarnokba is, minden öltözőbe is, a belépéskor is van készfertőtlenítő, tehát mindenki használhatja. A mérkőzésekre csak szájmaszkkal lehet bejönni, és az első két sorban nem ülhet senki sem. A gyerekbajnokság az novemberben lesz egy itthoni rendezés. Természetesen megpróbáljuk a szülőket is bevonni, mert hát azért most elég sok kimaradás után a szülők is nagyon kíváncsiak a gyerekekre, meg hát legalább egy élő valami sportra, és szeretnénk kérni a fegyelmezettségüket, és ez minden egyes mérkőzés, tehát MB2-es és utánpótlás mérkőzésekre is igaz. Megpróbáljuk minél távol tartani a játékosoktól a közönséget. Ez már egyszer megtörtént az MB2-es ifi és serdülő meccsen. Nagyon köszönjük a tolnai nézőknek, hogy eljöttek, megnézték, és fegyelmezetten, amit kértünk, azt mind teljesítették. Büfé is van ilyenkor, de csak kint lehet elfogyasztani a büfébe vett italt és ételt. A város sportszeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a meccseken a tolnai polgárőrség tagjai is részt vesznek, és segítséget nyújtanak az egyesületnek abban, hogy a nézők minden szabályt betartsanak.